Kish Lord. A főszerepben Freddy Bartholomew és Dolores Castello Barrymore. Készült Frances Hudson Burnett regénye alapján. A forgatókönyvet Hugh Walpole írta. Rendezte John Cromwell. Zene Max Steiner. Fényképezte Charles Rocher. Brooklyn, New York, 1880-as évek. Még senki se láttam, aki ilyen bátran nézett szembe a halállal. Hozza ki a szobából, ne maradjon ott. Apa jól van? Igen, drágám. Jól van. Már jól. Mi pedig magunkra maradtunk. Nincs senkik. Ó, gyermekem. Ojjaj. Szedi túl fiatal volt. Nem tudta, hogyan kell viselkedni ilyen helyzetben. Ezért nem is tett mást, csupán végezte megszokott dolgát, s nem sejtette, hogy ezzel enyhíti legjobban anyja bánatát. Eper! Friss az eper! Eper! Friss az eper! Remélem, örül majd neki. De még mennyire? Ez a legszebb születésnapi ajándék. Ő lesz a legboldogabb egész Brooklynban, amíg le nem esik róla. Édes! Igen, Szedi! Édes! Nézd, nézd! A kardot Michael-től kaptam Méri sógorától, Méritől pedig egy könyvet. Robin Hood és Marian kalandjai. Figyelj! Mondd meg a bírónak, Robin utána megy, s meneküljön bárhová, legyőzi őt. Édes, te leszel Marian, én meg Robin Hood. El akarnak rabolni. Takarodjatok innen, megvédem a barátaimat, s Marian. Segítség! Mondd, hogy segíts, Robin Hood. Robin Hood, segíts! El innen, segíts! Gazemberek, takarodjatok! Tetszik! Soha nem kaptam még ilyen szép ajándékot. Csoda szép! Tényleg tetszik, Szedi? Erre vágytál? Igen, pont erre. Annyira örülök. De ígérd meg, hogy vigyázol, nehogy valami bajod essen. Én leszek a legjobb kerékpáros egész Brooklynban. Úgy, azt te csak gondolod. Kipróbálhatom, édes. Megengeded, mehetek? Egy percet sem bírok várni.
Mr. Hobbs és Dick majd beállítja. Indulhatok végre. Persze, drágám. Csak óvatosan. Jövök! Vigyázzat! Szedi, itt vagyok. Óvatosan az úttestel, jöhet egy kocsi. Várj egy percet, na várj már. Tessék! Köszönöm, édes! Viszlát! Viszlát! Óvatosan, óvatosan. Óvatosan! Jó reggelt, Mrs. McGillicuddy! Jó reggelt, Szedi, szép jó reggelt! Hogy van Mrs. McGillicuddy? Hát nem túl jól a tegnapi esőzés után. Szörnyen sajog minden csontom. Az eső mindig nagyon megvisel. Tényleg? Igazán különös. De ma remek idő van a biciklizéshez. Igaz. Akkor, ha van biciklid, és hajtani is tudod. Általában mindenki biciklire pattan, ha új a kerékpárja. Az ég szerelmére. Hát ez kié? Az enyém. Az édestől kaptam a születésnapomra. Ó, nagyon szép. Ezt még az elnök is megirigyelné. És jó, van ezen minden. Na hát, úgy szól, mint Szent Patrik harangja. Látom, majd kiugrasz örömödben a bőrödből. Most indulnom kell. Jaj, majdnem elfelejtettem. Tessék, kérek szépen egy almát. Félreteszi nekem addig, amíg visszajövök. Persze. Úr, ezt honnan csortad? Átengednétek? Viszel egy kört, Bubi? Sajnálom, nem lehet. Félsz, hogy bepiszkolom? Nem, de inkább egyedül kerekeznék. Jaj, hé, te angol, mikor érkeztél a jó öreg Angliába? Amerikai vagyok, nem angol. Vedd le a kezedet a kerékről, hallod? Mire készülsz? Menjetek az utamból. Mit szólnál egy kis születésnapi ünnepséghez, pattogatott kukorica, süti meg cukorka? Nagyszerű lenne, Mr. Hobbs. Csak... Csak? Csak az, hogy Dick is jönne, és arra gondoltam, talán megvárhatnánk. Van bőven jut mindenkinek. Mekkora búb nőtt a fejemre? Jó nagy! Mit olvas, Mr. Hobbs? Így viselkednek ezek mind. Brit arisztokraták. Grófok, márkik, mintha ők teremtették volna az egész világot. Koronájuk van. Találkozott már igazi gróffal vagy márkival, Mr. Hobbs? Nem mondhatnám, de szívesen megnézném, ha egyszer besétálna ide valamelyik. Bár nem örülnék, ha itt ülnének a rozoga hordóimon. Lehet, hogy azért grófok, mert nem értenek máshoz. Az biztos. És még dicsekszenek is vele. A vérükben van. Semmire kell ők. Végre megérkeztél ideje, mert ünnepelnénk Szedi születésnapját. A nem jóját, pattogatott kukorica meg minden. Egészségedre, Szedi. Boldog születésnapot. Köszönöm, Mr. Hobbs. Hello, Mary. Gyere haza, drágaságom. A nagysága nagyon vár. Egek, hogy nézel ki? Sajnálom, de nem maradhatok tovább. Történt valami az édessel? Ó, nem, semmi. Vele nem történt semmi. Akkor mi a baj? Ne faggass már! Annyi szent, hogy fura dolgok történnek mostanában. Bocsásson meg, de figyelembe kell vennie, hogy a fia helyzete alapvetően megváltozott azáltal, hogy meghalt a nagybátyja, néhai férjének fivére. És ezért ön, Mr. Havisham, el akarja venni tőlem a fiamat. Mrs. Errol, ne feledje, nem saját akaratomból intézkedem, hanem Dorincourt grófjának ügyvédjeként. A gróf úr kitagadta a fiát, és az unokáját sem ismerte el mind a mai napig. Most miért adjam oda a fiamat? Bocsássa meg a feledékenységemet. Említenem kellett volna, hogy önnek el kell kísérnie Fauntleroy lordot Angliába. Oh. Emlékeztetnem kell, hogy Dorincourt grófja nem szíveli magát.
Idős ember, és mindig is ellenszenvvel viseltetett Amerika és az amerikaiak iránt. És határozottan ellenezte fia házasságát. Továbbra sem óhajtja látni önt. Az udvarházban lakhat a birtokon, és tisztes jövedelmet is kap. De ennek az a feltétele, hogy soha ne látogassa meg a fiát a kastélyban. Megjött a nővéred, Mary. Hello, Bridget. Mi történt? Michael miatt van rossz. Jaj, Bridget, hagyd ezt most! Fontosabb dolgom is van! Nem tudom, hogy a férje hogyan vélekedne erről, asszonyom. Ön ismerte a férjemet? Igen, jól ismertem Errol kapitányt. Kedveltem őt, ahogy mindenki. Nagyon ragaszkodott egykori otthonához. Igen, tudom. Ő bizonyára értékelné, hogy a fia ilyen nagyszerű lehetőséget kap. Ilyen óriási előnyt. Igen. Igaza van. A férjem valóban örült volna. Mr. Havisham, kérem engedje meg, hogy én szóljak Szedinek, amikor és ahogy jónak látom. Nem kell tudnia, hogy a nagyapja gyűlöl engem. Az csak elrontaná a kapcsolatukat. Ahogy óhajtja, a fia ezért köszönetet mond majd önnek. Remélem, a nagyapja szeretni fogja. Szedin nagyon érzékeny, és mi nagyon szeretjük. Drágám, bemutatom Havisham urat. Nagyapád kérésére látogatott el hozzánk Angliából. Üdvözlöm, uram! Tehát ő az ifjú Lord Fauntleroy. Tudod, drágám, a nagyapádnak nincs többé gyermeke, és nagyon magányos. Azt szeretné, ha Angliába utaznánk, és ott élnénk vele. Ő gróf. Te pedig az örököse vagy, és ezért ezután Fauntleroy lesz a neved. És egyszer majd te leszel Dorin Kurt grófja. Édes, muszáj nekem grófnak lennem. Senki sem az a fiú közül. Nem lehetne, hogy én se legyek. Félek, ezen nem segíthetünk. Gondolj arra, hogy hamarosan indulunk Angliába. Valóban oda kell mennünk. Én inkább maradnék. Ó, mit szól majd ehhez Mr. Hobbs? Parancsol még valamit, asszonyom? Igen. Mennyiért adja a vajat? 13 cent fontja. 13? Legutóbb 12,5-ért vettem. Az már régen volt. Most 13. Értem. Adjuk, nem fontos a vaj. Ha így emelkednek az árak, a végén még éhen halunk. Jó napot. Magának is, asszonyom. Hello, Szedi. Mi a baj? Mr. Hobbs, emlékszik, miről beszélgettünk tegnap reggel? Ha jól emlékszem, akkor Angliáról. Igen, igen. Meg a grófokról. Emlékszik? Igen, valóban. Róluk is beszéltünk. Azt mondta, nem örülne, ha a repedezett hordóira ülnének. Így van. Most is azt mondom. De azért kipróbálhatjuk. Mr. Hobbs, egy már is itt ül. Hol? Itt. Én vagyok az. Pontosabban nem sokára gróf leszek. A hőség teszi. Ma nagyon meleg van. Jól vagy? Nem fáj semmit? Köszönöm, jól vagyok. De sajnos igazat szóltam. Mr. Havisham mondta, ő ügyvéd. Angliából jött, hogy ezt megmondja. A nagyapám küldte. Ki a te nagyapád? Nem bírtam megjegyezni a nevét, ezért leírtam. John Arthur Molyneux Errol, Dorin Kurt grófja. Ez a neve is kastélyban lakik. Úgy tudom, több is van neki. A fiai mind meghaltak. Ezért lesz belőlem gróf.
most Lord Fauntleroy vagyok. Szeringettét. Valamelyikünk napszúrást kapott. Dehogy, kutya bajunk. És a lordság is rendben lesz. Mit is mondtál, hogy hívnak? Cedric Errol Lord Fauntleroy. Töringettét. Neked aztán micsoda előkelő neved lett? Nem lehet ezt valahogy visszacsinálni? Sajnos nem, Mr. Hobbs. Édes azt mondta, hogy apa örülne neki. Egy gróf akár még tisztességes is lehet. Én az leszek, nem zsarnok. Ha Amerika háborúba keveredne, én igyekeznék békét kötni. Anglia nagyon messze van, ugye? Az Atlanti-óceán túlpartján. Az nagy baj. Akkor sokáig nem találkozunk. Erre még gondolni se jó. Igen. El kell búcsúznunk. Gondolom, szokatlan önnek az amerikai konyha, Mr. Heavisham. Valóban, asszonyom, de már rájöttem, hogy a muffin piskóta, a piskóta pedig sütemény, a szakács pedig kitűnő. Kellemes társaságban egyébként az étel ízesen fontos. Köszönöm, uram. Ha majd gróf leszel, estélyeket adhatsz csodás kastélyaidban, Angliában. Az a helyzet, hogy én nem tudom, mit jelent az, hogy gróf. Pedig gondolom, illenék, ha már egyszer az leszek. Felvilágosítana, ha megkérem. Általában abból lesz gróf, aki valamilyen szolgálatot tesz az uralkodónak, vagy hőstettet hajt végre. Ó, akkor olyan, mint az elnök. Valóban? Az elnököt is így választják? Igen, uram. Ha valaki nagyon jó és sokat tud, az elnök lesz. És miután megválasztották, köszönöm. Következik a fáklyás felvonulás és a beszédek. Arra már gondoltam, hogy elnök leszek, de arra még soha, hogy gróf legyek. Azért a kettő között van egy kis különbség. A grófok általában ősi nemzetség sarjai. Ez mit jelent? Az, hogy ősi régi család tagjai. Ó, úgy, mint az almárus asszony. Ő legalább 100 éves. Olyan ősi család tagja, hogy felállni is alig tud. Szomorú, hogy így van, pedig tényleg ősi nemzetség tagja. Mondja is mindig, hogy még a csontjaiban is érzi, különösen akkor, ha esik. Az ősi nem azt jelenti, hogy öreg, hanem azt, hogy régi. Dorincourt első grófja 100 évvel ezelőtt kapta a címét. Az bizony már jó régen volt, ugye, édes? Igen, drágám. Akad közöttük sok bátor gróf is, akik nagy csatákban vettek részt. Én is katona leszek. Az apám is az volt, ugyanolyan bátor, mint George Washington. Örülök, hogy a grófok bátor emberek. Ez jó hír. Megbocsájt egy pillanatra. Keresnek. Természetesen. Van még egy jó hírem a grófokkal kapcsolatban. Az, hogy általában sok pénzük van. Az bizony jó dolog. Bárcsak nekem is lenne. Minek az neked? Azért, mert akkor sok mindent megvehetnék. Ha én gazdag lennék, vennék sátrat az almaárus asszonynak a bódéja fölé, meg kályhát és egy nagy kendőt, hogy bebugyolálja fájó csontjait. És még mit vennél, ha gazdag lennél? Vennék az édesnek sok szép holmit. Az édesnek? Igen, így hívom a mamát, mert a papa is így hívta, és ott van Dick is. Ki az a Dick? Ő cipőpucoló. Vennék neki szép új kendőket, és egy új cégtáblát, hogy fellendüljön a boltja. Tudom, hogy annak nagyon örülne, mondja is mindig. És azután? Hát, Mr. Hobbs szeretne egy aranyórát lánccal. De mit vennél magadnak, ha gazdag lennél? Biztosan akad valami, amire már régóta vágyódsz. Igen. Egy póni. De azt hiszem, erről nem is álmodhatok. Elnézését kérem. Egy szegény bajba jutott asszony keresett fel. Ó, Bridget. Igen, drágám. Bár tudnék segíteni rajta. 6 gyermeke van, és a férje munkanélküli.
És kegyetlenül kínozza a reuma, az iszonyú betegség. Mielőtt eljöttem a kastélyból, a gróf utasított, hogyha lenne valamilyen óhajuk, teljesítsem. Legyen az bármi, amit csak kívánnak. Tessék 5 font, ez itteni pénzben 25 dollár. Ha akarod, odaadhatod annak a szegény asszonynak. Biztosíthatlak, nagyapád egyetértene veled. Tényleg megkaphatom? Odaadhatom most nyomban? Mhm. Megengeded, hogy elmenjek, édes? Persze, drágám. Bridget! Bridget, várj! Tessék egy kis pénz, a nagyapámtól kaptam, a tiéd. Sok pénz ez, uram, és nekünk sosem volt sok. Most döbbentem rá, mekkora hatalmat jelent a pénz. De a fiam még gyerek, és én félek. Asszonyom, én úgy látom, nincs mitől félnie. Remélem, igaza lesz, és nem árt meg neki ez a csodás változás. Elsírta magát. Azt mondta az örömtől. Sosem láttam még senkit, aki örömében sírt. A nagyapám nagyon jó ember lehet. Úgy látszik, tévedtem. Nem is olyan rossz dolog grófnak lenni. Őszintén szólva, örülök, hogy én is azt leszek. Szerettük ezt a kis házat. Ugye sosem felejtjük el? Nem, drágám. Soha. Angliába kell mennem. Hogy gróf legyek, és nem akarom, hogy az eső mindig a sajgó csontjaira emlékeztessen. Áldjon meg az Isten a szíved jóságáért, hogy gondoltál rám, kisfiam. Megcsókolhatlak búcsúzóul? Persze. Tessék egy alma útravalónak a hajóra. Köszönöm szépen. Ó, nem, hagyd csak. Ahogy szegény uram mondta, családban marad. Köszönöm szépen, és viszontlátásra. Viszlát, aranyom. Professzor Dick Tipton a legjobb. Hát... Nos... Hát, Isten veled. Remélem, jól megy majd az üzlet. Menni fog, meglásd, beindul. Ez lesz a legjobb a környéken. Az bizony jó lenne. Szívből kívánok minden jót és sok szerencsét. Kösz, én is neked. És remélem ott idegen földön. Ahogy mondják, nem feledkezel meg rólunk. Sosem felejtenélek el. Majd írok, és te is írsz nekem. Ide küldheted a leveleket. Igen. Kár, hogy messzire mész. Magának is köszönöm, Mister, a sok jót, amit a fiú értett. Megérdemli. Rendes gyerek. Hé, hey, majd elfelejtettem. Nesze, neked vettem. Zsebkendő, ott a nagyképű urak közt hasznát veszed majd. Ó, Dick, hisz ez gyönyörű. Ez különleges darab. Mindig nálam lesz.
Köszönöm, Dick. Nagyon köszönöm. Hát... viszlát. Hát... viszlát. Ha nem bánja, uram, ide egyedül mennék. Azt hiszem, jobb lesz így. Természetesen, megértem, fiam. Ez a magáé, Mr. Hobbs. Ha rágyújt, meglátja, illik magához. Ha tudnád, fiam, hogy mióta vágyom egy ilyenre. És itt az igazi ajándék. Visettem pár sort a fedelébe, belülre. Én fogalmaztam az írást. Olvassa el! Emlékül öreg barátjától, Lord Fauntleroytól, Mr. Hobbsnak. Íme az óra, jussak eszébe róla. Íme az óra, jussak eszébe róla. Azért, hogy ne felejtsen el. Nem foglak elfelejteni. Csak nehogy te megfeledkezz róla ott a brit előkelőségek között. Sehol sem feledkeznék meg magáról. Remélem egyszer meglátogat. Az is lehet, hogy a nagyapám meghívja majd. Ugye nem haragszik, hogy a nagyapám gróf? Vagyis... azért még eljön akkor is, ha így van. Elhát, hogy lássalak. Én nem tehetek róla, de... van, Mary. Örülök, hogy látom, Mary. Legalább nem érezzük magunkat annyira idegennek. A csomagokat? Isten hozta, asszonyom, érezze jól magát bájos új otthonában. Mrs. Baines a szakácsnő. Örvendek. És Suzanne a szobalány. Szolgálatára, asszonyom, igyekszünk teljesíteni minden kívánságát. Ebben biztos vagyok. El kell köszönnöm. A fogad felvisz a kastélyba. Tájékoztatom a grófot, hogy megérkeztek. A fiamnak is fel kell mennie? Ez az első estém itt. Örülnék, ha velem maradhatnak. Nyugodjon meg, asszonyom. A gróf mára nem várja. Majd holnap találkozunk. Irtózom a gondolattól, de meg kell mondanom neki, hogy elválunk. Tudom, gyávaság, hogy eddig nem szóltam róla. De ez olyan nehéz, rettenetesen nehéz. Kérem, mondja meg őlordságának, hogy köszönöm, de nem fogadom el a pénzt. Visszautasítja az apanást? Van egy kis megtakarított pénzem, abból szerényen megélhetek. Úgy döntöttem, a házat elfogadom, mert itt Szeri közelében lehetek. Hálásan köszönöm neki, de... Nagyon mérges lesz. Ő ezt nem érti meg, nem? Meg fogja érteni. Meg kell értenie, hogy nem fogadhatok el pénzt valakitől, aki annyira gyűlöl, hogy képes elválasztani a fiamtól. Megmondom neki. Szép itt minden. Nekem nagyon tetszik.
Sally, drágám, valamit mondanom kell neked. Tudom, nem fogod megérteni, de kérlek, hidd el, hogy a te érdekedben történik, mint eddig minden. Holnap Mr. Heavisham felvisz a kastélyba, ahol majd nagyapáddal fogsz élni. Én nem tartok veled. Itt maradok ebben a szép kis házban, Mary majd gondomat viseli. Édes! Ugye... Ugye nem azt akarod mondani, hogy ezután nem együtt élünk majd, mint eddig? Nem! Nem! Az nem lehet! Nem akarom! Szebi, te bátor és okos fiú vagy. Tudom, most sok mindent nem értesz, de később meg fogod érteni. Hidd el, jó lesz ott neked. Én tudom, hogy így lesz. De azt akarod, hogy elmenjek tőled. Dehogy, drágám. De már nagy fiú vagy. Tudod, hogy bízhatsz bennem, akkor is, ha nem minden kérdésedre adhatok választ. Tudod, Szedi, a nagyapád szeret téged, és azt akarja, hogy te is szeresd. Azt akarja, hogy boldog légy, és másokat is boldoggá tegyél. De én nélküled nem lehetek boldog. Veled leszek, ha nem is mindig. Itt leszek, közel a kastélyhoz, és bármikor eljöhetsz, amikor csak akarsz. Meglásd, sok új és érdekes dolgot fogsz ott felfedezni, és aztán eljössz, és elmeséled. És én is elmesélek mindent. Hidd el, Szedi, így jó lesz nekünk. Majd kitalálunk történeteket, és felfedezők leszünk. Igen, akár csak Stanley és Livingston. Az izgalmas lesz. Éjjelente pedig, ha sötét lesz, gyertyát teszek az ablakomba, hogy fénye mutassa az utat, Mr. Stanley. Nyújik! Hogy van ő, lordság? Bazár hangulatban. Mondta, hogy lakoltassak ki valamennyi bérlőt, aki nem fizet. Gondolom, ez kedvére való feladat. Ön az, uram? Purvis, örülök, hogy újra látom. Részemről a szerencse, uram. Barom, idióta! Tegye, amit mondok! Hozza, amit kértem! A köszvény? Igen, uram. Az utolsó néhány héten jobban kínoszta, mint valaha. Mr. Heavisham, gróf úr! Nos, Heavisham! Gróf úr. Visszajött végre. Igazítsa meg azt a párnát. Jaj, óvatosan! Úgy fáj, mintha tűkkel szurkálnák. Nos, halljam a beszámolót. Lord Fauntleroy megérkezett az édesanyjával az udvarházban. Remekül viselték az utat. Van még valami? Lordsága az édesanyjával tölti az éjszakát. Holnap bemutatom. Igen, folytassa, folytassa. Mondjon el mindent, az anyja nem érdekel. Hallja, milyen a fiú? Nehéz megítélni egy 9 éves gyermek jellemét. Ostoba? Goromba? Nem igen ismerem a gyerekeket, de szerintem jóra való fiú. Egészséges? Látszólag egészséges és fejlett. Magas? Csinos? Fiú létére határozottan jóképű. Óvakodnék véleményt alkotni. Meglátja, gróf úr, ő más, mint az angol gyerekek.
Ha, ezt nem kétlem. Az amerikai kölkök mind pimaszok és hihetetlenül neveletlenek. Hallottam róla eleget. Azt nem mondanám, hogy pimasz. Azért más, mint a többiek, mert gyakran volt felnőttek között. És ettől olykor éretnek, máskor gyermeknek tűnik. Pontosan! Arcátlan, neveletlen kölyök. Erről van szó. Át kell adnom egy üzenetet a fiú anyjának. Nem érdekel! Hallani se akarok róla. De ez nagyon fontos. Nem fogadja el az apanást, amit felajánlott gróf úr. Mi van? Mit mond? Nem fogadhatja el, mert szerinte rossz viszonyban vannak. Rossz viszonyban? Még annál is rosszabban. Kapzsi nagyszájú amerikai némber. Kapzsinak alig ha nevezhető, hiszen nem kért semmit. Á, jól kitervelte. Azt hiszi, így rávehet, hogy fogadjam, hogy csodáljam nagy lelkűségét, de arra várhat. A pénzt pedig megkapja, akár akarja, akár nem. Nem veszi igénybe. Ez engem nem érdekel. Elküldjük és punktum. A végén még világá kürtöli, hogy miattam nyomorog. Ha. Nyilván a fiút is ellenem úszítja. Nem. Ebben biztos vagyok, mert erről is üzent. Hallani sem akarom! Arra kéri önt, Lord Fauntleroynak ne mondjon semmit, amiből arra tudna következtetni, hogy azért veszi el tőle, mert ellenszemben viseltetik az anyja iránt. Nem helyeselné. Úgy véli, ha beszélne erről a fiúnak, talán félne öntől, és nem szeretné. Nem akarja, hogy bármi beárnyékolja első találkozásukat, gróf úr. Ugyan már, ugyan. Maga elhiszi, hogy nem szólt a gyereknek róla? Egyetlen szót sem, gróf úr. Egyetlen szóval sem bántotta önt. A fiú azt hiszi, ön a legcsodálatosabb, a legszeretetre méltóbb nagyapa. Már most is csodálja nagy lelkűségét. Valóban? Szerintem csak öntől függ, gróf úr, hogyan vélekedik majd a fiú önről. Ha szabad még valamit javasolnom? Kérem, beszéljen előtte tisztelettel az anyjáról, ha azt akarja, hogy jó legyen a kapcsolatuk. Á, hiszen csak 9 éves. Valóban. De eddig minden idejét az anyjával töltötte. Rajong érte. Szóval nagy vonalúnak tart, mi? Pörvis, bemutatom az ifjú lord. Gróf úr. Hogy van? Köszönöm, gróf úr. Mrs. Mellon, Lord Fauntleroy. Gróf úr, Mrs. Mellon, a házvezetőnő. Üdvözlöm, asszonyom. Ezer közül is felismerném lordságodat. Nagyon hasonlít az édesapjához. Ugye maga küldte a cicát? Hálás vagyok az ajándékért, asszonyom. Hogy van? Milyen csodálatos napunk van ma. Ő lordsága hol van? A könyvtárban. Egyedül óhajtja fogadni az ifjú urat.
Vissza! Hogy van, uram? Ön a gróf? Az unokája vagyok, Mr. Heavishammel érkeztem. Lord Fauntleroy. Remélem, jól van. Örülök, hogy látom. Úgy. Szóval örülsz, hogy látsz. Igen, nagyon. Én kíváncsi voltam, milyen, hogy hasonlít-e az apámra. És hasonlítok? Hát, nem hinném, nem nagyon. Csalódott vagy? Ó, nem, dehogy. Akkor is felnézhet az ember a nagyapjára, ha az nem hasonlít az apjára. Ön is tudja, milyen jó az, ha az ember tisztelheti a rokonait. Ne? Nem hinném. Pedig minden fiú rajong a nagyapjáért, ha olyan jóságos, mint ön. Szerinted én jóságos vagyok? Igen. Hálás vagyok azért, hogy segített Bridgetnek, az almárusnak és Dicknek. És kik ezek az emberek? Hát a barátaim. Tudja, rájuk költöttem azt a pénzt, amit Mr. Heavishammel küldött nekem. Arról beszélsz, amit neked küldtem. Szóval rájuk költötted? Bridgetre, Dickre és az almárusra? Igen, és Mr. Hobbsnak vettem egy aranyórát, meg egy pipát. Még egy kis versikét is írtam hozzá. Íme az óra, jussak eszébe róla. Mr. Hobbs nagyon hiányzik. Ki az a Mr. Hobbs? Fűszeres. Van nála minden, zöldségek, finomságok. Ő a legjobb barátom. Rendkívül okos ember. Kívülről tudja a függetlenségi nyilatkozatot. Ó... Mi van? Bocsánat, csak arra gondoltam, talán nem örül, ha a függetlenségi nyilatkozatról beszélek, hiszen ön angol. Arra nem gondoltál, hogy te is angol vagy? Nem, én amerikai vagyok. Angol vagy? Az apád is az volt. Amerikában születtem, és ha valaki ott születik, akkor amerikai. Te, ne kezd! Bocsássa meg, ha ellent mondok. De ha háború lenne, az amerikaiaknál lenne a helyem. Én meg azt mondtam, hogy én ellenezném a háborút, és ha lehet, megakadályoznám. A háborút? Gróf úr, a vacsora tálalva van. Vigyázzon, ember! Óvatosan! Vigyázzon! Segíthetek? Támaszkodjon rám nyugodtan. Mr. Hobbsnak is én segítettem, amikor a lábára esett a krumplis zsák. Gondolod, hogy elbírsz? Persze, hiszen már 9 éves vagyok, elég erős. Támaszkodjon csak rám, meg a botjára. Hát, megpróbálhatjuk. Csak bátran. Lassan megyek. Támaszkodjon rám nyugodtan. Minden rendben lesz, nem megyünk messzire. Látod ott azt a vénembert a vörös bársonyban? Ő volt Dorincourt 10. grófja. Első György királytól kapta a rangját a spanyol és az osztrák háború idején tett szolgálataiért. Olyan erős fickó volt, hogy puszta kézzel meghajlította a vasat. Biztos tőle örökölted az erőt, fiam. Ez igazán érdekes. Próbálta már a mustáros meleg vizet? Mr. Hobbs szerint az a legjobb a lábra, de állítólag az árnika se rossz. Köszönöm, majd kipróbálom. Ugye milyen meleg van? Nyáron mindig kimelegszik az ember. Te jó ég! Mi ez? Dicktől kaptam. Hát nem gyönyörű. Íme a kendő.
Mindig gondolok rá, ha látom. Nem kétlem. Nehéz is lenne elfelejteni. Dick cipőpucoló. Tetszene magának, nagyon becsületes. Becsületes? Igen. Sosem csapna be senkit, és nem verekszik a nála kisebbekkel. Na, ez valóban tiszteletre méltó. Köszönöm. Mi van veled? Nem ízlik a leves? De igen. Csak csodálkozom. Csodálkozol? Mint csodálkozol? Azon, hogy miért nem viseli a koronáját. Mert nem áll jól. A királyok mindig viselik. Néha le kell venniük, ha például kalapot vesznek. Igen. Igen, olyankor le kell venni. Büszke lehet a házára. Még sosem láttam ilyen szépet. De szerintem túl nagy két embernek. Úgy gondolod? Hát igen, mert ha például rosszban vannak, akkor nagyon magányosak lehetnek. Köszönöm. Gondolod, hogy mi ketten jóban leszünk? Igen, gondolom. Mert maga majdnem olyan érdekes, mint Mr. Hobbs. Mi nagyon jó barátok voltunk. Ő volt a legjobb barátom. Fauntleroy, mi jutott eszedbe? Az édes. Az ki? Ő az anyukám. Azt hiszem jobb, ha kimegyek. És járok egyet. Okos kutya. Ő a barátom. Ő tudja, mit érzek. Mit érzel? Gyere ide! Tudja, eddig még sosem voltam távol otthonról. Olyan furán érzem magam, mert idegen kastélyban töltöttem az éjszakát, nem a saját kis otthonomban. Szerencsére édes itt van a közelemben. Mondta is, hogy gondoljak erre, mert még csak 9 éves vagyok. Még egy képet is adott, hogy lássam. Nézze! Ha itt megnyomja, kinyílik. És már is itt van. Gondolom, nagyon szereted. Igen, azt hiszem, nagyon szeretem. Mr. Hobbs meg a többiek jó barátaim. De édes, ő a legjobb. Az apám rám bízta, hogy vigyázzak rá. És ha felnövök, dolgozni fogok, hogy el tudjam tartani. Ha és mit fogsz dolgozni? Hát, társulhatnék Mr. Hobbs-szal. De inkább elnök szeretnék lenni. Neked a lordok házában a helyed. Hát, ha nem lehet belőlem elnök, és a lordok háza jó hely, akkor nem bánom. A fűszerbolt most amúgy is pang. Értem. A lordok háza is. Mégis a Dorincourt grófok mind ott dolgoztak. Majd beszélek róla édessel.
Isten vigyázza álmodat. Jó reggel, Tomás. Jó reggel, Tomás. Ő lordsága? A könyvtárban van, uram. Fura dolgok történtek ott mostanában. Gondolja, hogy zavarhatom? Menjen csak, várj. Jó reggelt, Morden. Látja, mit csinálok? Remek szórakozás. Játszik, Morden? Ha nem lennének ilyen merevek az izmaim, gróf úr, örömmel megpróbálnám. Ó, sajnálom, megfeledkeztem a koráról. Ő Lord Fauntleroy. Fauntleroy, Mr. Morden egyházközségünk lelkipásztora. Örülök, hogy megismerhetem, uram. Részemről a megtiszteltetés, Lord Fauntleroy. Miért hozott? Kivel van már megint baj? Az egyik bérlőjével. Higginszel van egy kis gond. Newick szólt neki, hogy kiteszi a szűrit, ha nem fizeti a bérleti díjat. Úgy hallom, máskor is késlekedik a fizetéssel. Imádja a családját, bármit megtenne értük. Ha elveszíti a földjét, éhen halnak. Akárcsak Michael. No csak, megfeledkeztem a kis filantropról. Gyere ide! Te mit tennél? Ha gazdag lennék én, hagynám, hogy maradjon, és ajándékot adnék a gyerekeinek. Ez butaság, gróf vagy! Másképp kell kezelni a dolgokat. Tudsz írni? Igen, de nem túl szépen. Nem számít. Menj és írd meg az utasítást Newicknek. De mit írjak? Írd azt, hogy egyelőre hagyja békén Higginszéket. És írd is alá. Mit gondol, így jó lesz? Kérem, Mr. Newick, egyelőre ne lakoltassa ki Mr. Higginst. Tisztelettel Lord Fauntleroy. Igen. Higgins nagyon meg lesz elégedve. Mr. Hobbs is így fogalmazott, de szerintem bele kellene venni azt, hogy kérem. Jól írtam mindent, ahogy kell? Nem mondhatnám, hogy hibátlan a helyesírás, de... Ettől féltem. Nem hinném, hogy Higginst izgatja a helyesírás. Maga a világon a legjobb ember. Egyetért velem, Mr. Morden. Igen. Mindjárt meg is írom Mr. Hobbsnak. Mit akarsz írni? Azt, hogy még sosem találkoztam magánál kedvesebb emberrel. Mert maga mindig gondol másokra, örömet szerez nekik, és... És ha felnövök, én is ilyen szeretnék lenni. Olyan, mint én? Tessék, Morden, itt van, viheti. Már is indulok, ez nagyszerű. Köszönöm, gróf úr. Ne nekem, Lord Fauntleroynak köszönje. Köszönöm. Viszontlátásra, uram. Viszontlátásra. Meglátogathatom édest. Már biztosan nagyon vár. Előbb nézd be az istállóba, van ott valami. Csenges. Az istállóban? Nem is tudom. Lekötelez. De inkább holnap mennék. Anyám már biztosan nagyon vár. Értem. A kocsi mindjárt előáll. Szóval nem érdekel, mi van az istállóban? De érdekel! Nem fontos. Végtére is csak egy póni. Póni? És kié? A tied. Az enyém. Igen. Remélni sem mertem volna, hogy lesz egyszer egy lovam. Hogy fog örülni, édes? Ön igazán nagyon jó hozzám. Nem akarod megnézni? Dehogy nem. Már alig várom, hogy lássam a pónit. De attól félek, nem lesz rá időm.
Mindenképpen ma kell átmenned az anyádhoz. Nem ér rá holnap? Nem tehetem. Biztos egész délelőtt várt. És én is szeretném látni. Nos, ha így van, rendben. Akkor csengess. Tessék a botja, támaszkodjon rám, ha kiszállunk. Én nem megyek. Nem. Nem akar találkozni édessel. Bizonyára megbocsát nekem. Menj, mondd meg, hogy még a póni sem tarthatott vissza. Szomorú lesz szegény. Annyira várta, hogy találkozzanak. Sajnálom, de nem. Visszafelé jövet, majd felveszünk. Induljon, Jeffries! Gyalázat, hogy elszakították az anyjától. Pedig Sarah, ő az udvarháznál van. Azt mondja, még sosem találkozott ilyen kedves asszonnyal. A levelet a fiatal úr írta saját kezűleg. Még a nevét is aláfirkantotta hatalmas ákombákom betűkkel. Akkurátus gyerek. Itt jön az anyja. Csínos fiatal asszony. Jó reggelt. Jó reggelt. Áldja meg az Isten. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Ő lordsága is jön a misére. Ez aztán a meglepetés. Úgy hírlik, sokat változott a gróf. Nézzék a fiatalokat. Tisztára olyan, mint Cedric kapitány. Tényleg, valóban. Kiköpött mása, mint két tojás. Nézze, hogy örülnek, hogy látják. Vedd le a kalapot, ha fejet hajtanak előtted. Előttem? Hogy van? Jó reggelt, lordságomnak. Jó reggelt. Áldja meg az Isten. Adjon hosszú életet. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Száz évvel ezelőtt éltek. Ó, úgy látom, ők sem ismerték a helyesírást.
Nos, Higgins? Az úr Mr. Higgins. Igen, gondolom látni akarta az új tulajdonos. Igen, gróf úr. Úgy hallottam, a fiatal úr volt olyan kedves és szólt az érdekemben. Szeretnék köszönetet mondani érte, nagy hálával tartozom lordságodnak. Nincs miért, én csak leírtam, amit a nagyapám mondott. Tudja, ő nagyon jóságos, szereti az embereket. Hogy van a felesége? Jobban, gróf úr. Most, hogy végre megszabadult a gondoktól. Nagyapa szomorúan hallotta, hogy a gyermekei elkapták a skarlátot. Látja, Higgins, maguk mind rosszul ítéltek meg. Az unokám bezzeg ismer engem. Ha megbízható információra van szükségük, forduljanak hozzá. Egész nyugodtan. Szállj be a kocsiba, fiam. Isten áldja. Hiányzik az anyád, igaz? Igen, uram. Nekem nagyon hiányzik. Magának nem hiányzik? Nem ismerem. Igen, tudom, de nem értem. Anyám azt mondta, ne kérdezősködjek, nem is szeretnék, de... Hiszen naponta találkoztak, igaz? Ez nem elég. De régen mindig együtt voltunk, és mindent nyomban megbeszélhettünk. Mindig ő jár az eszedben? Igen, uram, mindig. Tudja, uram, magára is sokat gondolnék. Ha nem élnénk együtt. Sokkal többet. Többet, mint most. Én hiszek neked, kisfiam. Kedves Mr. Hobbs, be kell számolnom a nagyapámról. Hiba lenne azt hinni, hogy a grófok mind zsarnokok. Ő nem az, csupán közvénye van. Nagyon jó ember, emlékeztet magára. Mindenki nagyon szereti. Még ilyet. Rám emlékezteti. Mit szólsz ez? Hiszen alig ismeri, nem úgy, mint engem. Hosszú évek óta. Hát nem mondhatnám, hogy ez nagy örömmel tölt el. Fogadjunk, hogy ezek lekenyerezték. Igazad lehet. Furfangos emberek ezek a nemesek. Képesek úgy az ujjuk köré csavarni az embert, hogy észre sem veszi. Persze csak a saját érdekükben. A végén még uraságot faragnak belőle. Igen. Pedig milyen remek fűszeres lehetett volna? Kiváló fűszeres. Maga tudja, Mr. Hobbs, mifélék ezek a puccos uraságok? Hát, nem igazán. Csak azt, hogy beképzeltek és üres fejűek. Annyi szent, hogy fájintos levelet írt. Szinte magam előtt látom, pedig nincs itt. Belevaló kölyök volt. Fogadok, visszahúz hozzánk a szíve. Biztos. Jelzik. Valahogy kibírom. Merre laksz most? Találtunk egy kiadószobát két cimborával. Gyakran berúgnak, verekszenek, de a szoba olcsó. Szerintem nem neked való az a féle társaság. Hallgass ide! Van itt a bolt fölött egy tiszta, száraz szoba. Ágy is van benne, rozog, de megteszi. Gyere ide! Itt ingyen el lehetsz. Tényleg? Ezt komolyan gondolja? Hát persze. Hallja, Mr. Hobbs! Maga nem gróf, hanem egyenesen herceg! Erig már! Vajon milyen a kiejtése? Amerikai? Engem inkább az érdekel, hasonlít a Dorin-körtökre. Mikor láthatjuk az anyját? Azt hiszem, jobban szeretnék, ha a háttérben maradna. Nos, Molino, ő az? Igen, Constancia, ő az. Fiam, a nagynénéd Lady Lauderdale. Hogy van, nénikém? És te, fiatalember? Olyan vagy, mint az apád. Nálam jobban senki sem szerette szegényt.
Ismerte az apámat? Micsoda kérdés, hát persze. Akkor találkoznia kell az anyámmal. Örülne, ha beszélhetne valakivel az apámról. Tudja, mindig csak velem beszél róla, mert én ismertem. De én nagyon kicsi voltam, amikor... Igen, fiam, a nagybátyát Sir Harry Lauderdale. Üdvözlöm, uram. Hallom, kedveled a lovakat. Konstancia, bár magad is láthatod, ez a fiú teljesen az ujja köré csavart. Nevetséges vénbolond lett belőle. Az is voltál. Ha már szóba jött, az anyja mit gondol rólad? Nem tudom, nem kérdeztem. Látogass el egyszer hozzánk a birtokra. Most születtek meg a kiskutyák, spánielek. Választhatsz magadnak egyet. Hálásan köszönöm. De attól tartok, Dugó megharagudna. Ragaszkodik hozzám, és nem akarnám megbántani. Még hogy megbántani. Ez remek, hallottad, Ken? Nem akarja megbántani. A hölgy Miss Herbert gyermekem. Szeretném, ha összebarátkoznám. Jó napot. Örvendek. Ismeri Dugót? Nagyon ügyes. Adj szépen pacsit. Milyen helyes. Dugó a barátom. Örülök, ha vannak barátaim. Ezzel én is így vagyok. Mi hárman jó barátok lehetnénk, ha ön is akarja. Örülök neki. Hogy van a lumbágod? Remélem már jobb. Köszönöm. Sokkal jobb. Több mint 35 éve ismerem már a grófot. De még soha egyetlen szóval sem kérdezte, hogy szolgál az egészségem. Igazán különös. Késed, Hevisem. Mi történt? Bocsásson meg, gróf úr, de olyan híreket kaptam. Híreket? Miről? Miféle híreket? Ha megengedi, később beszélnék róla. The young May moon is beaming love, the glow and laugh is gleaming love. How sweet to walk the mourner's grove, while the frosty world is dreaming love. Then awake to rise the sun, my dear, the sage's glance will shine, my dear. For in watching the flight of bodies of life, he might happen to take thee for one, my dear. Bájos! Köszönöm. Igazán bájos dal! Köszönjük, kedvesem, köszönjük! Szereti a zenét? Igen, szeretem hallgatni, ha énekel. Mondja Lord Fauntleroy, miért néz rám ilyen furcsán? Csak azért, mert olyan gyönyörű. Most még mondhatsz-e féléket, később már nem lesz hozzá bátorságod. De ez az igazság. Mert tényleg gyönyörű, ugye? Igaz, de ezt nem mindig mondhatjuk. Lord Fauntleroy kimondja, és tudom, hogy úgy is gondolja. Maga a legszebb hölgy, akit valaha láttam, kivéve persze édest. Szerintem ő a legeslegszebb a világon. Ebben biztos vagyok. Elmondom neki, milyen kedves volt hozzám. Még sosem voltam estélyen, de őszintén mondom, csodálatos volt. Ó, bocsánatot kérek. Jó éjszakát, fiatal úr. Aludjon jól. Jó éjszakát! Örülök, hogy átjöttetek! Jó éjszakát! Nos, Hevisem, halljuk, mi történt! Fontos dologról lehet szó, ha ilyen különösen viselkedik. Mi történt? Rossz híreket hoztam. Nagyon rosszakat, gróf úr. Sajnálom, hogy tőlem kell hallania. Miért bámulja a fiút? Úgy mered rá, mintha az ördögöt látná. Van a mondani valójának valami köze hozzá? Nem vesztegetem az időt, kimondom, valóban róla van szó. Ha igaz a hír, ez az alvó gyermek nem Lord Fauntleroy, csupán Errol kapitány fia. A valódi Lord Fauntleroy, az ön Bévisz fiának gyermeke jelenleg Londonban tartózkodik, egy fogadóban. Miről beszél?
Ma reggel felkeresett egy asszony, elmondta, hogy 11 évvel ezelőtt Londonban férjhez ment, Beavishez. A gyermek azután született, hogy Beavis elhagyta a nőt, aki a fiút magával vitte Amerikába. Ugyan! Az a nő szélhámos, közönséges csaló! Sajnos nem, láttam a fiú születési bizonyítványát. Valóban meglehetősen egyszerű asszony, de beszélt ügyvéddel, aki igazolta, hogy a fia Lord Fauntleroy, az ön jogos örököse. A nő ragaszkodik ahhoz, hogy ön ismerje el. Soha megvédem ezt a fiút. Beavis fiát meg kitagadom. Semmi közöm hozzájuk. Nem tagadhatja ki. Semmit sem tehetünk. Legidősebb fiának gyermeke a jog szerinti örökös. Azt mondja, egyszerű, közönséges asszony. A nevét sem tudja leírni. Szánalmas, közönséges nőszemély. És én még az ő anyjáról mondtam ezt. Most visszakaptam a pofont. Ha bárki azt mondta volna, hogy képes leszek szeretni egy gyereket, nem hittem volna el. Megvetettem őket, a saját gyerekeimet is. De ezt a fiút megszerettem. És bár hihetetlen, ő is megszeretett. Maga tudja, Hevisem, hogy sosem rajongtak értem. Soha. De ez a fiú szeret. Sohasem félt tőlem. Megbízott bennem. Igen, ő jobban megállja a helyét, mint én valaha is tettem. Ő kiérdemli a grófi rangot. Csengeted, gróf úr? Vigye. Vigye Lord Fauntleroyt a szobájába. Kár, az a fiú ízig-vérig arisztokrata. Lehet, hogy nem szép, amit mondok, de ez a fiú az első emberi lény, akit valaha szeretett. Gondolod, hogy a bíróság elé viszi az ügyet? Nem tudom, nagyon eltökélt. A pereskedés pokoli dolog, nem tesz az jót senkinek sem. Ott még a nyertes is veszít. Hidd el, így van, Konstancia. Ki hitte volna, hogy egyszer még megsajnálom az öreg fiút? Én is boldogan elfogadnám fiamnak azt a gyereket. Bizony, szerencsések lennénk, ha ilyen fiunk lenne. Én mondom nektek, ha elveszti a rangját a fiatal úr, nem lesz párfogónk a faluban, elhihetitek. Igazad beszél. Aztán balul üt ki a dolog, higgyétek el, a gróf eszét veszti. Olyan büszke arra a gyerekre, pedig nem volt ő mindig ilyen, nekem elhihetitek. Úgy éljek, hogy ez a némber sosem volt nagysága, arcátlan nőszemély. Sötét szemű pimasz baszarka! Jön a gróf és Mr. Hevisem! Állítólag itt szállt meg Fauntleroy grófné, látja? Igen, erre parancsoljon, gróf úr, erre! Tessék! Dorincourt grófja! Micsoda meglepetés! Üdvözlöm, gróf úr! Beavis! Üdvözöld a nagyapádat! Mit bámulja azt a fiút? Ne féljen! A maga unokája! Én már csak tudom, én vagyok az anyja!
Igen, gróf úr, a születési bizonyítvány tanúsítja, ő a néhai Lord Fauntleroy fia. Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Joshua Snape szolgálatára, tessék a névjegyem. Mr. Havishamet már volt szerencsém megismerni. A grófné minden bizonyítékot átadott nekem. Biztosíthatom lordságodat, hogy valamennyi eredeti, ha netán bíróság elé kerülne az ügy. Ha megengedi azonban, bátorkodom javasolni, hogy inkább egyezzünk meg baráti alapon. Isten a tanúm rá, mennyit szenvedtem! És akkor jön maga, és úgy bámul rám meg a fiamra, mint egy halom szemétre. Szégyelje magát! Férhez ment a legidősebb fiamhoz. Ha ez igaz, a törvény az ön oldalán áll. Ebben az esetben a fia valóban Lord Fauntleroy lesz. És önről is gondoskodom. De figyelmeztetem magát, az ügyet alaposan ki fogják vizsgálni. És jegyezze meg, se maga, se a fia ne kerüljön többé a szemem elé. Halálom után természetesen azt tehet, amit akar. Igen, ismertem a fiamat. Nem lep meg, hogy ilyen nőt választott, mint maga. Tudja, gróf úr, az a baj, hogy nincs kétféle igazság. Ez a véleményem. Egyetért, Semple? Sajnos, valóban így van. De ez ijesztő. Lehetetlen, hogy ez a némber a menyem és a fia az unokám. Jogi értelemben ez sajnos nem érv. Bár magánemberként tökéletesen megértem önt. Megért? Mire megyek vele? Szóval úgy gondolja, a bíróság az ő javukra döntene? Tartok tőle. A születési bizonyítvány minden mellettük szól. Ha bíróságra mennek, az ügy nyilvánosságra kerül, fizethetik a költségeket, az eredmény pedig kétséges. Még az is kiderülhet, hogy nem is olyan rossz az a fiú. Talán meg lesznek valahogy. Az a fiú, az egy idióta. Nem úgy, mint a másik. Igen. Nincs mit tenni. Elfogadom a véleményét. Menjünk el. Köszönöm, bíró úr, és önnek is, Semple. A gróf úr, asszonyom, a gróf személyesen. Vezesse be. Mrs. Errol, ha nem tévedek. Igen, az vagyok. Dorincourt grófja. A fia hasonlít magára. Tudom, sokan mondják. De örömmel látom, hogy ez apjára is. Valóban. Hasonlít a fiamra. Foglaljon helyet, kérem. Köszönöm. Azért jöttem, hogy megmondjam, kikértem a bíróság elnökének a véleményét. Sajnálom, de ez az arcátlan nőszemély és a fia... Bizonyára ugyanúgy aggódik érte, mint én Szedért, gróf úr. Az ő fia Lord Fauntleroy, nem az enyém. Valóban, önnek igaza van. Lehet, hogy ön nem is örült volna, ha a fiából gróf lesz? Nagyszerű lehet Dorincourt grófjának lenni. Tudom. De én inkább azt szeretném, ha a fiam olyan lenne, mint az apja volt. Bátor, igazságos és kedves. Vagyis az ellentéte mindannak, ami a nagyapjáról elmondható? Nem volt szerencsém ismerni a nagyapját. Tudom, hogy a kisfiam azt hiszi. Tudom, hogy a fiam szereti magát. Akkor is szeretne, ha tudná, miért nem fogadtam be önt? Nem. Őszinte leszek, nem hinném. Ezért nem akartam, hogy megtudja. Igen. A legtöbb anya megmondta volna. Igen. Szedi szeret engem. És én is szeretem őt. Nem mondhatnám, hogy
bárkit szerettem volna azelőtt. De ő kezdettől fogva tetszett. Öreg ember vagyok, belefáradtam az életbe. De tőle kaptam valamit, amiért érdemes élni. Sőt, többet. Sokkal többet. Boldoggá tett a tudat, hogy egyszer majd a helyembe lép. És ő lesz a család feje. Nyomorult vagyok. Szerencsétlen. Kérem, foglaljon helyet. A gondok felizgatták, nyilván elfáradt. Pedig szüksége lesz az erejére. Köszönöm. Azért jöttem ide, hogy bocsánatot kérjek. Gyűlöltem önt. Féltékeny voltam. De ez a gyalázatos, kegyetlen ügy megváltoztatott. És miután láttam azt a visszataszító nőszemét, aki úgy éreztem jobb a lelkemnek, ha felkeresem. Megáltalkodott vén marha vagyok. Helytelenül ítéltem meg önt. Azért jöttem, mert a fiú aggódik magáért. Én pedig érte. Vessem meg, ha akar. Érte, bármit elviselek. Bárhogy is alakuljanak a dolgok, a fiáról gondoskodom. Szedire vigyázni fogok most és a jövőben is. Köszönöm. Jól érzi magát a házban? Ó, nagyon. Kellemes ez a szoba. Megengedi, hogy felkeressem? Hogy ismét beszélgessünk? Jöjjön, amikor csak akar. Ugye rossz hírt hozott? Igen. Nagyon rosszat. Vagyis már nem vagyok Lord Fauntleroy. Többé soha nem. Nem. Ő nyert. Szóval akkor az a másik fiú, az lesz az unokája, ugye? Nem pedig én. Soha! De ha ő Lord Fauntleroy, akkor itt kell laknia a kastélyban. Az a fattyú soha nem lépi át a kastély kapuját. Erről gondoskodom. Akkor én az unokája maradok, akkor is, ha nem lesz belőlem gróf. És minden úgy lesz, mint régen. Kisfiam. Igen, a fiam leszel, amíg csak élek. És hitemre mondom, rajtad kívül soha nem is volt más fiam. Akkor... többé már nem is érdekel a lordság. Én meg tudja, azt hittem, hogy csak az lehet az unokája, akiből gróf lesz. És akkor én nem lehetek az. Semmit nem vehetnek el tőled, amit tőlem kapsz. Történjék bármi, minden a tiéd lesz. Minden. És édes, lehet, hogy tőle elveszik a házat. Nem. Tőle sem vehetnek el semmit. Sem tőled, sem tőle. Most már ideje lefeküdni, fáradt lehetsz.
ét, nagyapa. Jó ét, fiam. És az idős gróf bezárkózott a kastélyába, és nem hajlandó szóba állni a jogos örökösével. Ezt már hallottuk. A múlt héten is ezt írták. Nincs semmi új. De, mit az áll? A brooklyni Cedric Errolnak, a hamis jelöltnek kevés esélye van. Deringettét. Végül mégsem lesz belőle gróf. Láthatod magad is, hogy rászedték azt a gyereket. Vajon mi lesz most vele? Mondok én valamit, velem mindig rendes volt. Ha visszajön, betársulhat hozzám. Tudod, Dick? Sokszor gondoltam rá, hogy talán egyszer majd beáll hozzám fűszeresnek. Még az üzlet is fellendülne. Az új Fauntleroy grófné eredeti foglalkozása színésznő volt. Állítólag New Yorkban és Londonban játszott. Folytatás az 5. oldalon. Itt a képe. Szent Habakuk! Mi van? Itt! Nézze meg, ez ő! Ki? Hát ő! Még hogy grófné, ismerem akár a tenyeremet. Ő minnap, benn felesége. Bátyádról beszélsz? Hát persze! Szóval csalás? Hát persze! Terigettét! Volt már férnél, de úgy tudtam, csak egy kölke van. Bentől. Ő az, aki miatt bent Chicagóba utazott? Persze. Lehet, hogy Angliában is volt egy gyereke? Lehet, hogy volt, de az is lehet, hogy nem. Tennünk kell valamit. Teszünk is. Tanácsot kell kérnünk valakitől. De kár, hogy nem ismerem Murphyt. De én ismerem. Ismeri? Gyere, keressük föl. Ezek a grófok. A forradalom óta mindig is a könyükben voltunk. Szabad. Ó, a gróf úr személyesen. Micsoda meglepetés, igazán megtisztelő. Kérem. Hello, Minna. Hello, Dick. Hello, Ben. Hogy kerülsz ide? Hol voltál eddig? Ismeri? Még szép, hogy ismerem. Ő a második férjem. Hol a gyerek? Milyen gyerek? Tudod te azt jól, a fiunk Tom. Ó, de Ben, nyilván tudod. Gondolom hallottad. Valaki biztos elmondta. Mit? Tüdőgyulladása volt. Csak 3 napot élt. Összetört a szívem. Meg akartam írni, de nem tudtam, hol vagy. Ki az a fiú, aki veled van? Semmi között hozzá. Láthatom? Nem. Elárulja, miért nem láthatjuk a fiát. Hello, Dick bácsi. A teringettét. Anya, tényleg tart soha a szád! Szép kis alakok vagytok, mondhatom. Kémkedtek utánam, követtek. De nem tudtok ártani nekem, a jog mellettem áll. Ti. Csend legyen! Gyere ide, Tom. Én erről semmit sem tudtam, gróf úr. És a hamisított születési bizonyítvány? Esküszöm, hogy... Ne törődjön vele, hevisem. Elegem van ebből. Minél előbb hagyják el ezek ketten az országot, annál jobb. Menjünk. Ezt megbánja. Még megkeserüli. Nem üldözhet el. Dorin Kurt grófja és Sadie tisztelettel meghívják Mr. Hobbst az ifjú lord születésnapjára rendezendő ünnepségre, a kastélyba. Ez itt a olyan múzeumféle, ugye? Hát nem egészen, Mr. Hobbs. A képek az őseimet ábrázolják. A hőseit? Mint hősök? Teringettét. Valóban bátor, hősies család ez. És ezek itt? Ők is valamennyien tiszteletre méltó őseim. Tud
tudja, gróf, én annak előtte rossz véleménnyel voltam a nemesekről. De ez megváltozott, mert itt van például maga. Maga ugyan gróf, de egészen rendes. Köszönöm, ez megtisztelő. Jó itt a fény. Igen, sajnos őt is bántotta a köszvény. Ó. És ezek is mind grófok? És Szedi is az lesz? És mindezt örökli? Meg is érdemli a gyerek. Az biztos. Ennyi grófot. Tudja, nem bántam volna, ha én is annak születek. Köszönöm szépen. Gyönyörű nap ez a mai. Mindig is szerettem a születésnapokat, de ma jobban örülök, mert maguk nagyon kedvesek. A nagyapám azt akarja, hogy érezzék jól magukat. Én is ezt kívánom majd, ha felnövök. Be is fejezném, mert nem szoktam hozzá, hogy beszédet tartsak. Nagyon hálás vagyok, hogy ennyire örülnek a születésnapomnak. Helyre, kislegény ez! Ugye? Még királyá is koronázhatják maguk fájintos urak. Nem is tudtam, hogy ilyen jól szórokol ez a kis tökmag, hiszen ez jobban beszél, mint Murphy. A teringettét. A teringettét? És most jön a születésnapi ajándék. Még egy? Hiszen már annyi mindent kaptam. Igaz, de ez a legszebb. Ó, édes! Drága mama! Édes, ha tudnád, mennyire vágytam rá, hogy itt legyél, annyira szerettem volna. Valóban, drágám. Fiam, ezután édesanyád velünk lakik a kastélyban. Velünk fogsz lakni most már mindig? Biztos, hogy ezt akarja. Mindig is ezt akartam, csak eddig nem tudtam. Mr. Hobbs, annyira örülök, hogy itt van velünk, de félek, hogy elhagy bennünket és visszamegy Amerikába. Csak látogatóba, csak látogatóba! Amerika a fiataloknak való, ők szeretik a nyüzsgést. Jó hely, de nekem hiányoznának az ősök, a hősök, de főleg a grófok. Magyar hangok. Parát István, Dobrászki Zoltán, Versényi László, Orosz Anna, Horrád Antal, Molnár Viktor, Németi Mari, Hofler Gizi, Csénémet Lajos, Tóth Judit. Magyar szöveg Betlen Kata, hangmérnök és vágó Pap Zoltán István. Gyártásvezető Szőke Szilvia. Szinkronrendező Somló Andrea. A magyar változat a Filmmúzeum megbízásából a Laborfilm Szinkronstúdióban készült.